Igazából ha ember nem is akarja, akkor is tudja, hogy hány nap van hátra, de egyébként tényleg csak egy jó úton haladunk, dolgozunk, és majd jönnek a versenyek. A korábbi olimpiákhoz képest megváltozott a lebonyolítás a kajakkenu versenyeken. Most ugyanis nem egymást követő nap vannak a döntők, hanem 6 napon át kétnapos ciklusokra osztották a számokat. Ez azt jelenti, ha például kedden 4 versenyszám előfutamát rendezik, akkor szerdán annak a 4-nek a döntője következik, és újabb előfutamok majd csak csütörtökön lesznek. Ez kedvezhet mindazoknak, akik több vasat is a tűzbe tartanak, hiszen így nem kell az eredmény hirdetésről egyből a rajthoz rohanni, a különböző versenyszámok ugyanis különböző napokra kerültek. Tetszik az olimpián az új rend, mert azért több lehetőséget ad egy ezres csapatnak. Sőt, hogyha úgy veszük, hogyha jelen állás szerint hogy 4 kvótánk van 1000 méteren, és ha valamiért bízom benne, hogy lesz még több, de ha valamiért nem lenne több, mint 4, akkor nagyon rosszul néznek ki, hogyha kétnapos régi rendszer lenne, akkor csak 4-esben tudnánk rajtozálni. Így viszont lesz lehetőség egyesre és párosra is, tehát minden versenyszámmal tudunk indulni magyarok. A célkeresztben nyilván a 4-es van, tehát mi arra készülünk, az a legfontosabb. Páros az pont annyit edző, mint tavaly ilyenkor, tehát tavaly sem ment a 4-es rovására. 4-es, amit tudjuk, mit akarunk, tudjuk, mit csinálunk, tehát azt hiszem, hogy rendben vagyunk. Kammerer Zoltán az év nagy részét edzőtáborban töltötte eddig, és ezután sem lesz másként. Azt mondja, tudja, mi a cél, és ehhez ez a megfelelő eszköz. 20 éves koromban nem bírtam volna ennyit edzőtáborban lenni, viszont most 40-hez közel már nem tudnék annyit utazni, mint amit akkor utaztam, tehát akkor képes voltam minden nap, minden este hazamenni, akár 100 kilométeres távolságból is. Viszont most már, ha mondjuk nem edzőtáboron vagyunk, az is elmegy sokkal jobb, hogy ülni a dugóba, menni, rohanni, pihenni. Tehát én úgy érzem, hogy ez az életem olimpiáig mindenképpen ki kell bírni. Ezt az életformát addig van 3-4 hónap, sőt, hát 4 hónap, ugye 100 nap. Nem egész 4 hónap, tehát ki kell bírni, meg hát profi versenyzők vagyunk, tudjuk, mit akarunk, meg hát ott a szabad hétvég, akkor lehetünk otthon. Persze álmodozom róla, hogy milyen jó lenne otthon, de amikor meg ülök a dugóban, és nem érek oda edzés, akkor meg azt mondom, hogy miért nem vagyunk inkább edzőtáborban. Tehát mindig az jó, ami van, de mindig az ember ugye mindig mást akar. De most tényleg azt mondom őszintén, hogy ez a legjobb, amit tehetünk, hogy itt vagyunk Szolnokon, hétfőtől szombatig, és hétvégén otthon. A 4-es a londoni olimpián arannyal felérő ezüstérmet szerzett 1000 méteren. A háromszoros ötkarikás győztes azt mondja, azóta még stabilabbak lettek a vízen. Mi 4 évvel ezelőtt is mentünk hasonló jókat, csak mondjuk 4 évvel ezelőtt mondjuk 10 pályában volt 2 kimagasló, volt 5 közepes és 2 rossz, és most átalakult, mondjuk a 10-ben most van 8 kimagasló, tehát mondjuk azt, hogy inkább a 1-es teljesítményű, meg a technikai összeszakottságunk, összecsiszolódásunk annyit hozott a konyhára, hogy sokkal stabilabban tudjuk azt a magas szintet, amit tudtunk 2012-ben is, vagy 13-ban, vagy 14-ben, vagy akár 15-ben. Tehát most már edzésen is tudunk olyanokat menni, mint versenyen. Ami nem azt jelenti, hogy versenyen sokkal-sokkal jobb lesz, hanem egész egyszerűen tényleg stabilabb az állapotunk. A szolnoki tájékoztató versenyt Kammerer Zoltánék kihagyták, így számukra a szegedi válogató lesz az év első megmérettetése.